Szőjéről, amely a munkádat biztos, hogy a kupáért folyik. A versenyzők felsorakoztak itt a salakon, néhányan megnézték már itt a rajtfejnél, hogy fest a pálya talaja. Felsorakoztak valamennyi az a 16 vaspapucsos, aki ma itt ringbe száll, hogy eldöntse ki jut tovább a világbajnokságban. Abba a világbajnokságban, amelynek döntőjébe talán az egyik legnagyobb dolog bekerülni ebben a sportágban. Magyarországon körülbelül 70-en űzik ezt a versenyt, a világon több száz salakmotoros versenyző van, és azt hiszem, hogy nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy igazán ez az a sportág többek között, amelyet televízióra találtak ki. Ugyanis egy futam hossza, 4 kör tesznek meg a versenyzők futamonként, 4-en indulnak, 70-75 másodperc között van. Itt a pályán, ezen a 400 méteres pályán a pályacsúcsot Kócsó Antal állította föl 1988. júliusában, 71,14 másodperccel tartja ezt a csúcsot azóta is. Csehszlovák, jugoszláv, olasz, német, lengyel és természetesen magyar versenyzők állnak majd rajthoz. Velük majd akkor ismerkedünk meg közelebbről, amikor már a futamokat kezdjük. Könnyű megkülönböztetni a versenyzőket, ugyanis mindig mindenki különféle színű sisakban van, pirosban, kékben, fehérben és sárgában. A pirosban mindig a legbelső ívről indul a versenyző, az első futamban Vladimir Kalina, CSSK-beli versenyző, a második rajthelyről Hel Csaba Magyarország, a harmadik Kresó Omerzel Jugoszlávia, a negyedik pedig Fabrizio Vesprini Olaszország. Ebben a futamban a jugoszláv Omerzel a korelnök, 34 éves öreg versenyző, ennek ellenére ő a legkevésbé ismert talán. A mi Hel Csabánk 21 éves junior világbajnoki döntős, szegedi versenyző, szegedi fiú. Őt majd kék sisakban látjuk, most éppen oda elment hátra, csak nincs valami gondja a motorjával, a szerelők állítanak a motoron. 2 perce van arra, hogy rajthoz álljon. Észrevették a többiek is, hogy elment, erre tesznek egy kört. Na most már jön Csaba. Csaba is jött, Fabrizio Vesprini is elment, aztán Omerzel sem bírta tovább itt a feszültséget a rajtnál. Kalina az, aki itt maradt, ugyan felemelte a hátsó meghajtott kereket, hogy ne kavarja ki maga alól, ne kapargassa ki maga alól a salakot. És most már Hel Csaba is ideér kék sisakban a rajthoz. Fölálltak, a vezetőbíró odarendeli őket a rajtszalakhoz. Ezek a motorok hozzávetőleg 60-65 lóerősek, 100 km körüli végsebességet tudnak elérni az egyenesben. Ebben a pillanatban fölpörögnek. Hel Csaba nagyon jó rajtolt, és elsőként veszi a kanyar. Azonban ebben a pillanatban Fabrizio Vesprini az, aki átveszi tőle a vezetést, Hel a külső híven előz, és ismét ő kanyarodik elsőnek. Tehát Hel Csaba első, Vesprini a második, Hel még mindig az első. Vesprini most Kalina kielőzi a kanyarban, azonban nem sikerül neki, Vesprini visszaveri a támadást. Hel, Vesprini, Kalina a sorrend. Végül Kresó Omerzel az, aki negyedikként kanyarodik. Hel Csaba még mindig tartja az első helyét, jó kívülről kezdi a kanyart, aztán sikerül belülre mennie, tehát szűken vennie a kanyart. Vesprini támadják, de tartja a második helyét. Csaba kisodródik a külső évre, hátra néz, be tudják-e fogni, utolsó körét kezdi meg, biztosan vezet. Kalina és Vesprini között van hatalmas harc, Kalina most ismét megpróbált előzni, azonban Vesprininek megmaradt az előnye. Hel Csaba utcahosszal vezet, úgy tűnik, hogy nem lehet tőle elvenni a győzelmet. Pillanatokon belül befut még hátra, és nézhet, ebben a pillanatban megvan az első futam győzelem. Első Hel Csaba, második Vesprini, harmadik Omerzel, negyedik pedig Vladimir Kalina. Nézzük akkor a rajttól, ahogy eljöttek. Hel Csaba megemelte az első kerekét, behúzott a belső pályára, a vonalat is érintve, gyönyörűen vitte el az első helyet. Itt a támadás pillanata. Úgy látszott, hogy elhúz mellette az olasz, de nem sikerül.
Csaba erősíteni tudott, és itt már ismét ő az első. És mindjárt kezdődik a második futam. A pontszámítás egyébként ebben a verseny típusban elég egyszerű. Az első helyezett 3 pontot kap, a második 2 pontot, a harmadik 1 pontot, a negyedik nem kap pontot. Tehát a második futam természetesen itt az időben mindig kihagyunk egy kicsit, amíg az előző futam képviselői levonulnak a pályáról, és míg a következő futam versenyzői kiérkeznek ide. Ezt a holt időt átugorjuk, ugyanis önök természetesen, ahogy tudják, ezt az adást felvételről nézhetik meg. Két magyar fiú van ebben a futamban, Csillik Róbert és Őhelyi Sándor, és van egy világcsúcstartó, Jan Markus kék sisakkal, német versenyző, aki a 10 kilométeres salakmotorozás világcsúcsát tartja, ez egy különleges rekord. Németországban hajlamosak ilyen rekordokat futni. Belül piros sisakban Csillik Róbert, mellette kék sisakban Jan Markus, fehérben Újhelyi Sándor és sárgában Tomás Galop. Fölálltak a rajtgéphez. És ebben a pillanatban elindultak. Csillik Róbert nagyon jól jött el, de aztán a kanyarban beragadt. De a legjobban jött ki a kanyarból, majdnem. Azonban a sárga sisakos Tomás Galop az, aki átvette a vezetést. Második Csillik, harmadik Újhelyi. Tomás Galop biztosan vette ezt a kanyart is, jól ment be, a nagysebesség kisodródott, de nem annyira, hogy veszített volna előnyéből, sőt, még el is húzott a többiektől. Igazi harc a második helyen van, akik szűken veszik a kanyart is, megközelítik kanyarból követ Tomás Galophoz. Csillik és Újhelyi között van hatalmas harc, még Csillik tartja a második helyét, Újhelyi azonban folyamatosan támadja Tomás Galoptól, úgy tűnik, hogy nem lehet elvenni a győzelmet. Most már jó 50 méterrel vezet a többiek előtt, itt a kanyarban egy kicsit azonban lelassult. Újhelyi és Csillik gyilkolják egymást folyamatosan a második helyért. Ebben a pillanatban Csilliket ismét támadta Újhelyi, de megőrizte Csillik Róbert a második helyet. A befutó következik, Tomás Galop biztos első, Csillik biztos második. Csillik és Újhelyi között a küzdelem. Úgy tűnik Csillik javára dőlt el, folyamatosan tartani tudta az őt támadó Újhelyi Sándor. És így a második hely az övé. Galop egy kicsit egykerekezett, köszöntötte a közönséget. Ez az egykerekedés valamikor még szenzációnak számított. Nincs ma olyan versenyző, aki ne tudna egykerekezni. És azt hiszem ez természetes is. A győztes és a győztes motor. Rögtön egy kis olajozás, és nézzük a csatát. Itt kint a bal szélen már Galop, és itt megy el tulajdonképpen a külső íven kívül motorozva. A harmadik futam résztvevője a rajtgépnél, és a legnagyobb ásza ennek a mai versenynek a piros sapkában Armando Castagna Olaszországból. Háromszor volt már egyéni világbajnoki döntős, legjobb eredménye a 8. hely. És aztán ne feledkezzünk meg a mi Hajdú Zoltánunkról sem, aki már a 30. életében lép, és az azt is jelenti, hogy egyre sokasodnak a nagyszerű eredmények a neve mellett, ő fehér sisakot visz ebben a futamban. Hajdú nagyon jól jött el, azonban Castagna fordul elsőként, de Hajdú a külsőjében megpróbálja előzni. Castagnát kiszorítja. Hajdú átvette a vezetést, Armando Castagna a második. A sárga sisakban Gregor Pintár a harmadik, és a negyedik Gerhard Lecce kék sisakban. Hajdú Zoltán biztosan vezet, Castagna a második. Hajdú ismét nagyon jól kanyarodik íven. Megszorítani sem tudta Castagna. Az egyenesben el is húz tőle egy kicsit, kettőjük között a távolság jelen pillanatban állandósult. Castagna hibázott egyet, majdnem elesett. Hajdú pontosan tartja az előnyét. Nagyon szépen motorozik. Castagna úgy tűnik, most már behozni sem tudja, mert kettőjük között a távolság. Pillanatról pillanatra nő, Castagna hibája úgy látszik visszavetett a háromszoros világbajnoki döntős. Nem vitás, hogy az eddig legszebb futamot látjuk, a két, talán az egész verseny két legnagyobb egyénisége motorozik ebben a futamban. Hajdú nagyon szépen tartja, az utolsó körben van már egyébként, nagyon szépen tartja a vezető helyet,
Kastánya most még mindent megpróbál rácsúsztatni. Hajdúra olyan szűken fordul, ahogy csak lehet, de ez is kevés, minden kevés. Hajdú győz, Kastánya második. A kék sisakos Gerhard Lekse pedig a negyedik. Gregor Pintár Jugoszláviából sárga sisakban a harmadik helyen ér célba. A két ász, a két nagymenő kezet fogott a futam után. Itt viszont azt látjuk, ahol a verseny eldőlt. Az első kanyarból jönnek ezek a képek. Nézzék, itt Hajdú külső íven kívülről támadva, és nagyon gyorsan el tud menni Kastánya mellett, aztán belőle kerülve már ő irányi. És eljutottunk az első kör végéhez. Ha ez a futam is lement, akkor már minden versenyzővel megismerkedhettek, találkozhattak. Itt ebben a futamban szintén van magyar versenyző, a legkülső ívről induló Böszörményi Zsolt, aki a magyar színeket képviseli sárga sisakban, piros sisakban Pavel Karnas, CSSK-beli versenyző kékben, Zaluszki Lengyelországból, és fehérben Martin Peterka Jugoszláviából. Itt kívül a palánknál érdemes lesz figyelni Böszörményi Zsoltot, aki 21 éves fiatal versenyzőnk, világbajnoki döntős, illetve junior világbajnoki döntős, és középdöntős felnőttek között, tehát az egyik esélyes arra itt a magyarok közül, hogy tovább jusson a világbajnokságban is, itt a felnőtt világbajnokságban. Mellőle indul majd Wojciech Zaluszki, kontinentális döntőben volt már, ott hátul valami gond van. Zaluszki ment vissza egy pillanatra megigazítatni a motorját, de úgy tűnik, hogy semmi probléma, visszajött. Karnas is lassan-lassan ide vánszorog a rajtgéphez. Pavel Karnas is 34 éves, egyik a legidősebb versenyzőknek. Négyszeres világbajnoki csapatdöntős, úgyhogy nagy utamnak ígérkezik ez a negyedik, talán a legnagyobbnak eddig mind közül. Bennállnak a rajtgépnél. Böszörményi sajnos nagyon beragadt a rajtnál, sajnos nagyon beragadt, külső éven próbálkozik, visszanézett, és biztos negyedik helyen autózik, vagy motorozik jelen pillanatban Böszörményi. A második, harmadik helyért hatalmas a viaszkodás Martin Peterka és Zaluszki között. Kéksisakban Zaluszki, fehérben pedig Peterka. Ebben a pillanatban azonban Böszörményi Zsolt följött a harmadik helyre, úgy tűnik nem hagyja magát. Biztosan vezet Pavel Karnas. A második kéksisakban Zaluszki, a harmadik Böszörményi, a negyedik pedig jelen pillanatban Peterka. Böszörményi mindent megpróbál, nagyon szépen szűken belső éven próbál fordulni, ott a legrövidebb az út, a leggyorsabban lehet talán ott haladni. A harmadik helyről azonban nem nagyon tud előre jönni, Karnas behozhatatlan előnnyel vezet, úgy látjuk az utolsó körbe, fordulnak, utolsó kört kezdik. A sorrend várhatóan már nem igen változik, a hátralévő néhány tehát méter, a Karnas gépen nagyon-nagyon erős, ő is nagyon jól motorozik itt ebben a futamban, biztosan vezet, Zaluszki is jó helyen, a harmadik tud csak lenni Böszörményi Zsolt. Korelnök ide, korelnök oda, Pavel Karnas nagyon szépen motorozott és nagyon biztosan őrizte a rajtól kezdve vezetőhelyét. Itt pedig azt látjuk a lassításban, ahol Böszörményi elvesztette a utamot, illetve elvesztette azt a pozíciót, lehetőséget, amiből esetleg nyerni lehetett volna. Nem akármennyire népszerű ez a sport, ahogy a képen is látják, háztetőkön ülnek innen az emberek, ami azt hiszem valamivel veszélyesebb, mint maga a salakmotorozás. Négy futam után, ahogy mindenkit megismertek, négy darab hárompontos versenyző van, két magyar, Hely Csaba és Hajdú Zoltán személyében. A lengyel Tomás Gollopnak van még három pontja, és a CSSK-beli Pavel Karnasnak. Ezen a napon természetesen nem csak Miskolcon van világbajnoki középdöntő, hanem Ribnikben, Pfaffenhofenben és Neubrandenburgban is.
Ribnikben Kovács, Nagy Petrikovics képviselő magyar színeket, Pfaffenhofenben Bódi és Tihanyi, Neubrandenburgban pedig Adorján és Kócsó az itt szereplő magyar fiúkon kívül, akik közül hármat is láthatunk most. Böszörményi Zsolt piros sisakban belül, ő az egyik magyar, Vladimir Kalina JSSK-ból, a kék sisakban fehérben Csillik Róbert, és a sárga sisakban Hajdú Zoltán, aki Kasztánját verte az első futamokban. Fölállnak a rajtgéphez. A sárga sisakos Hajdú még ott magának egy kicsit kavargatja a salakot. Neki megy a rajtkötélnek, nem találja a helyet, nem találja a pontot. Nagyon jó helyre kell berakni a motort, hogy utána el tudjon rugaszkodni megfelelőképpen. Hajdú is nagyon jó rajtolt, azonban a kék sisakos Vladimir Kalina volt az, aki a legjobban jött el, de most már a második helyen van. Fehér sisakban Csillik Róbert az, aki átvette a vezetés, mögötte sárgában Hajdú Zoltán a második, Kalina a harmadik, és a piros sisakos Böszörményi Zsolt sajnos kiállni kényszerült. Motorhiba úgy tűnik az, ami akadályozza. Sárga sisakban Hajdú Zoltán, aki jelen pillanatban vezet, a kék sisakos Vladimir Kalina, aki a második, Csillik Róbert pedig fehér sisakban a harmadik. Hajdú úgy tűnik stabilizálta első helyét, biztosan vezet. Kalina csak motorozgat utána, és Csillik Róbert is úgy tűnik, hogy elveszítette a lehetőségét annak, hogy előrébb kerüljön. Pályafelújítás után kerül sor erre a futamra, az ötödik futamra, és egy kicsit megváltozott a pálya minősége, állapota természetesen a locsolás és a legyengedés után. Hajdú ezt nagyon jól használja ki, biztosan van az élen, az befutója következik, majd hogyha túljutott a túlsó egyenesen és az azt követő kanyaron. Hajdú továbbra is biztosan vezet, pillanatokon belül a célba, Vladimir Kalina a másodikként fut át. És Csillik Róbert az, aki egy pontot szerezve a harmadik helyen ér be a célba. Böszörményi pedig szép lassan kimegy a pályáról a depóba, motorja úgy tűnik, hogy fölmondta a szolgálatot. Nézzük még egyszer az ismétlést a rajtnál, itt Hajdút látjuk, amit megpróbál bemenni, de nem sikerül neki tulajdonképpen behúzódni a középre, itt kívülről támad, még mindig nem ő tud elmenni, csak sokkal később szerzi meg a vezető helyet. Itt jön a belső ívre, szűken tud fordulni, és ez hozza meg a számára a siker. És a hatodik futam következik, amelynek lényege Kasztánya és két magyar, Kasztánya a kék sisakban, Hell Csaba fehér sisakban, és a pálya szélén Újhelyi Sándor sárga sisakban. Hell Csabának három pontja van, Armando Kasztányának, akit Hajdú megvert, két pontja van. Wojciech Zaluski van belül, szintén két pontos a lengyel, és Újhelyi Sándornak egy pontja van itt a külső pályán. Kasztánya egykerekezik, megpróbál az első helyen elmenni, de nem sikerül. Neki most belülről próbálja támadni, belül próbál elhúzni. De nem jár sikerrel. Zaluski vezeti a futamot, most Kasztánya belülről ismét támadja. Zaluski szűken próbál fordulni. Kasztánya oda is megpróbál bebújni, most kívülről támad, Zaluski elhúz, az egyenesekben sokkal jobb a motorja. Most viszont Kasztánya mindenhol megpróbálja megkerülni, Zaluski belülről, kívülről, neki teljesen mindegy, azonban úgy tűnik, hogy nem sikerül neki, sajnos a két magyar, csak asszisztál a lengyel és orosz versenyző küzdelméhez. Zaluski az, aki folyamatosan az élen halad, továbbra is vezet. Kasztánya megpróbálja most belülről, belső éven megelőzni. Utolsó körébe ért a verseny, és Kasztánya ebben a pillanatban kibújt. Zaluski az előző kanyarban kisodródott a külső ívre, és hagyta elmenni Kasztányát. Kasztánya lezárta az ívet belül, és úgy tűnik, hogy most már nem lehet elvenni tőle a győzelmet. Átvette a vezetést, és meg is tartotta. Zaluski még megpróbálja a belső éven megfolyni. Ebben a pillanatban azonban Armando Kasztánya megszerzi a győzelmet. A lengyel Wojciech Zaluski a második, és a két magyar a harmadik és negyedik helyen ér be. A sárga sisakos Újhelyi Sándor egy pontot szerez veled, harmadik. Minden esetre eddig ez volt az
legváltozatosabb futam, nem dőlt el mindjárt a rajt után a verseny. Itt a döntő pillanat. Kasztánya bebújik, és kitolja, kiszorítja a belső szűkebb ívről Zaluskit. Itt a lengyel megpróbál még egy kétségbe esett támadást indítani, de Kasztányával ekkor már nem bír. A tizedik futam következik, 8 futam után a sorrend, ugyanis a 9. futamot nem rögzítettük, mert nem indultak azok, akiknek nagy pontszámaik vannak idáig. Szóval 8 futam után 3 darab 6 pontos versenyző van, Gollop, Hajdu és a CSSK-beli Karnász. Most pedig a 10. futam következik, piros sisakban Gregor Pintár, Jugoszlávia, 3 pontos, kék sisakban Csillik Róbert, szintén 3 pontos, fehér sisakban Pavel Karnász, CSSK 6 pontos, és sárga sisakban Hel Csaba, aki szintén 3 pontot gyűjtött idáig a 8 futam során. Lassan ideértek, fölkészülnek a rajtra, elhelyezkednek, kicsit előbbre küldik még Karnász. Pintár a belső éven nagyon lemarad, a piros isakjában viszont ott a ketten Hel Csaba átveszi az első helyet. Az első kör végén ő vezeti már a mezőny. Pavel Karnász volt az, akitől megszerezte az első pozíciót, kiszorított a Karnász, Karnász a kanyarban egy kicsit kicsúszott, de most üldözőbe veszi Hel Csabát, Hel Csaba azonban biztosan vezet, és a kék sisakban Csillik Róbert is elkezdi támadni a második helyen motorozó Pavel Karnász. A harmadik helyen jelen pillanatban még Csillik. Hel Csaba továbbra is az élen. Pavel Karnász a második, Csillik Róbert a harmadik, és a negyedik helyről elkezdett fölfele motorozni Gregor Pintár. Pintár nagyon elrontotta a rajtot, kisodródott, nem sikerült neki. Hel Csaba biztosan vezet, a második még mindig Pavel Karnász, a harmadik helyét pedig jelen pillanatban még őrzi Csillik Róbert. A befutó következik, Hel Csabától úgy tűnik már nem lehet elvenni a győzelmet, Karnász a második, a harmadik pedig Csillik Róbert, tehát az első háromban 3 magyar, 1 pontos Csillik és 3 pontos Hel Csaba, kettő között 2 pontot szerezve Pavel Karnász a második helyen fut be. Itt látjuk megismételve, amikor még Karnász húz előre, de itt kívül a külső körön nagyon jól gyorsítva húz aztán rá Hel Csaba, és ebben a pillanatban még erősíteni tud. Egy pillanatra döntetlen közöttük, de aztán Hel Csaba teljesen egyértelműen behúz, ellenfele elé átveszi a első helyet, ez pedig már a tiszta helyzet. A 11. futamban az eddigi versenyekből 200%-os versenyző állhat rajthoz. Piros sisakban Tomás Golob, Lengyelország, 6 pontos. Mellőle pedig kék sisakban Hajdu Zoltán, szintén 6 pontos. Fehér sisakban Omercel Jugoszláviából, ő neki még csak 1 pontot sikerült gyűjtenie. És a sárga sisakban, itt a pálya szélén, Zaluski, aki 4 pontot gyűjtött eddig. Azt hiszem, hogy Hajdu és Golob között lesz az igazi párviadal. Minden bizonnyal Hajdu egészen közel húzódott, amennyire az elválasztó vonal engedik, egészen közel húzódott Golobhoz. Túl rajtolt, és talán le tudja zárni Golobot. Igen, kimegy az első helyet, elcsípi, kívülről támadja őt. Zaluski az, aki a második helyre jött föl, Hajdu tartja az előnyét, Zaluski a második, és Golob a harmadik. Hajdut most megint kívülről próbálja megtámadni Zaluski, de nem sikerült neki. Hajdu Zoltán továbbra is őrzi az első helyét, Zaluski a második, Golob most megpróbálja belső éven megelőzni Zaluski, de nem sikerül neki, tehát Hajdu, Zaluski, Golob a sorrend. Amikor ide érnek az egyenesbe, tisztán látni, hogy Hajdu Zoltán nagyon szépen őrzi az első helyét, hibátlanul motorozik, zárja az íveket, nagyon szépen megy be a kanyarba. Egy pillanatra felemelte a motorját a sárga sisakhoz Zaluski, azonban semmi nem sikerül neki, és Golob támadja, Golob nagyon keményen támadja,
Visszaveri a támadást. Egy kör van hátra a versenyből, amikor Hajdú Zoltán, hogyha csak nem történik valami baj, akkor már nem lehet megfosztani az első helytől. Zaluszki a második golop ebben a pillanatban megint nagyon ráhúz, de nem sikerül megelőznie. Az utolsó kanyar, Hajdú utcahosszal vezet, beérnek a célegyenesbe. Zaluszki a második, Zaluszki és Gollop a harmadik. Nem sikerült megfogni a Gollopnak a célegyenesben, pedig úgy tűnt, hogy még egy utolsó kísérlettel ráhúzhat, de a harmadik helyen ért célba. Itt látjuk ismétlésben azt a bizonyos pillanatot, amikor két ellenfél közül Hajdú ki tudott bújni. Itt kívülről támadják őt, de ezt a támadást is visszaveri, és egy szenzációs futamot nyer. Itt egy másik pillanat, ugyanebből a futamból még. Nagyon jól látszik ezen a lassított képen, hogy nem mindegy, hogy ki milyen ívet választ, hiszen aki rossz, elrontja a bemenetet, a túlsó kanyarban az, amikor ide átél a másik oldalra, akkor bizony kicsúszik és jelentősen veszít sebességéből. 12 futam után látják az állást, ami a leglényegesebb, hogy Hajdú Zoltán 100%-osan vezet. A 13. futam következik, egyenlő erőküzdelme, várható piros sisakban Markus 3 ponttal, kék sisakban Pintár szintén 3 pont, a fehér sisakban Zaluszki 6 pontos, és a sárga sisakban Kalina CSSK-ból szintén 6 pontos. Ami más szóval azt jelenti, hogy itt a palánk melletti kettős tagjai, azok már két futamot nyertek, a belső két versenyzők egyet-egyet, tehát ebben a futamban csak győzteseket látunk, futamgyőzteseket. Elméletileg innen a palánk mellől kellene jobban eljönniük a kétszeres győzteseknek, de hát nézzük. Egyszerre hárman kanyarodnak, és végül is az első egyenesben a fehér sisakon Zaluszki az, aki átveszi a vezetés, kék sisakban Pintár, aki a második, a piros sisakos Markus pedig a harmadik, akit ebben a pillanatban Kalina megelőz, és följön a harmadik helyre. Továbbra is az élen Zaluszki, akinek 6 pontja van. Pintár a második, Kalina a harmadik, és jól lemaradva Markus visszaszorult a negyedik helyre. Nagyon keményen támadja a sárga sisakos Kalina a második helyen motorozó Pintárt, és át is veszi tőle a második helyen. Tehát Pintár visszaszorult harmadiknak, második Kalina, első pedig Zaluszki. Zaluszki első helye pillanatilag nincsen veszélybe, de ebben a pillanatban már is veszélybe került egy kissé. Pintár a harmadik helyen. Kalina még meglepetést okozhat, bár az utolsó körben vagyunk. Kalina most még egyszer, ha szűken be tud fordulni, igen, de nem elég, mégsem elég, már nem tudta megelőzni Zaluszkit. A futam után barátságos kézfogás, nagy mérkőzés volt ez kettejük között, nézzük az indulás után. Többszörös helycsere, és aztán ott kívül megy el Zaluszki. Ebben a futamban is szinte végig tartott a nagy csata, itt most a második helyért. További jelentős pillanat, szenzációs, a második helyet szerezte meg ezzel. A 20 futamból álló verseny 14. futama következik, egyébként az első 8 jut tovább ebből a versenyből. Még két külön futamot rendeznek, hogyha holt verseny van, az első 8 hely valamelyikén, tehát a 8. helyig, vagy pedig az első 3 között, hogy eldöntsék a pontos sorrendet.
Tehát a 14. futamban két magyar is rajt hozzá, piros isakban Hely Csaba, aki 6 pontos jelen pillanatban. Belőle Böszörményi! Ellés Böszörményi, nekünk a lényeg a piros és a kék sisak ebben a pillanatban. Böszörményi elsőként fordul, azonban a külső íven a sárga sisakban, fehér sisakban versenyző Tomás Gallop az, aki átveszi a vezetést. A sárga sisakos Gerhard Legse a negyedik helyen van. Böszörményi a második helyen, Hely Csaba csak a harmadikon, de megpróbálja följebb küzdeni magát, de az az igazság, hogy a másik kettő ott előtte nagyon-nagyon gyors. Továbbra is Tomás Gallop az élen, a kék sisakos Böszörményi Zsolt a második, Hely Csaba pedig a harmadik helyen van. Gallop biztosan őrzi a vezető helyét, Böszörményi a második, Hely Csaba pedig a harmadik. Böszörményi most támadja a galopot, meg is közelíti, de aztán az egyenesben érve galop újra ki tud gyorsítani. Böszörményi szűkebben fordul, kisebb körön fordul, de amit a kanyarban hoz, az galop az egyenesben mindig visszaveszi tőle, mindig újra és újra elhúz. Még az utolsó kanyar a befutó előtt, de ez sem sikerülhet. Galop az első, a két magyar, második, harmadik. Nézzük akkor az ismétlést. Itt elég rossz rajt után ez a piros sisakos Hell Csaba. Itt még elvesztette ugye az első helyeket, az első és a második helyre nem volt már esélye. Itt Böszörményitől húzott el galop, és amit most itt a lassításban nem láttunk, de a valóságban igen, hogy itt a piros sisakos Hell Csaba bizony itt még esetleg esélyes lehetett volna arra, nézzék, hogy előbbre kerüljön, de aztán nem sikerült. A negyedik négyes kör utolsó futamához érkeztünk, a 16. futam kezdődik pillanatokon belül. Belül piros sapkában Hajdú Zoltán, aki 100%-os teljesítménnyel eddigi minden futamát megnyerve vezet a versenyben. Mellette kék sisakban Újhelyi Sándor 4 pontot gyűjtött eddig. Fehér sisakban Fabrizio Vesprini Olaszországból 3 pontos. És sárga sisakban itt a pálya szélén a 15-ös rajtszámú Pavel Karnas GSSK-ból, aki Hajdú után következik. 8 pontot sikerült idáig gyűjtenie remek motorozással. Hajdú most hátra megy egy kicsit. Még egy kör tesz. Ellazítja a motort. Ugyanis Vesprini játszatozott ott hátul, próbálta a motorját, ehhez joguk van a fiúknak 2 percen belül. Mikor látta, hogy Vesprini sokáig húzza az időt, Hajdú akkor ment egy kicsit lazítani. Na végre most visszaparancsolják a fiúkat a rajtvonalhoz. Hajdú volt az, aki idáig egyedül meg tudta verni a mai nap folyamán az olasz Castagnát, aki már 3-szor volt világbajnoki döntős. Fölálltak a rajtgéphez. Vesprini nagyon jól jött el itt a palánktól, de Hajdú a belső helyet tartva előtte tud motorozni végig a kanyarokon, és az egyenesben pedig el tud gyorsulni tőlük. Ennek ellenére az első helye még korán sem biztos, mert Vesprini rettenetesen nagy igyekezettel próbál rájönni. És Újhelyi Csaba az, Újhelyi Csaba az, aki megpróbálja a második helyet elszedni Vesprinitől. Igaz, hogy nem Csaba, hanem Sándor, ezért elnézést is kérek. Azonban ebben a pillanatban Újhelyi Sándornak a motorja feladta a küzdelmet, kiszállni kényszerült a versenyből. Hajdú Zoltán biztosan vezet, Vesprini a második, Karnas pedig a harmadik helyen motorozik, eléggé lemaradva Vesprini mögött. Hogyha semmi nem történik, Hajdú úgy tűnik, hogy őrizni tudja első helyét, Vesprini a második, Karnas pedig a harmadik. Hajdú nagyon magabiztosan motorozik, Vesprini viszont nagyon sokat kockáztat, nagyon nehezen tornázik a kanyarokban, az azt mutatja, hogy minden megpróbál, egy kicsit többet is, mint amire valójában esetleg képes lehet, ebből még bukás is lehet. Hajdú most egy kicsit lelassul, de integetve érkezik. Hajdú győz, Vesprini a második, Karnas a harmadik, Újhelyi Sándor pedig menet közben motorhiba miatt kiállni kényszerült, tehát nem tudta befejezni a versenyt.
Hajdú megvárja Veszprémit, mutatja neki, hogy gratulál, aztán egy kerékre állítja a motort, és így négy futam után 100%-os 12 pontjával vezet a versenyben. Itt pedig nézzük ismétlésben, hogy milyen gyönyörűen bújik ki Hajdú a szorító harapófogóból. Veszprinitől is elhúz, itt még a másik magyar fiú támadja Veszprinit, úgy látszik, hogy még akár sikere is lehet ebben a támadásban, aztán később kiállni kényszerül. Itt még minden lehetséges, itt másik gépállásból látjuk azt, ahogy Hajdú gyönyörűen az élre tör. Négy futammal a verseny befejezése előtt. Az utolsó körben még mindig Hajdú Zoltán vezet, Kasztánya a második, és a többit pedig látják a monitoron, a képernyőn, nekünk van csak monitorunk. Tehát a 17. futamban piros sisakban Kalina 8 ponttal, kék sisakban Golob 10 ponttal, fehér sisakban Kárnász 9 ponttal, és sárga sisakban a második helyen álló Armando Kasztánya 11 ponttal. Kasztánya indul tehát innen a palánk mellől, ez az egyik olyan hely, ahonnan nagyon jól lehet rajtolni, persze ehhez nagyon el kell kapni a rajt pillanatát. Ott bent még helyezkednek természetesen a fiúk, Kalina és Galop, mert onnan belülről lehet igazán jól elmenni, elrajtolni. Ez a futam nagyon nagy csatár, nagyon nagy küzdelmet ígér. Kasztányát figyeljék itt a palánk mellett, és ott bent piros sisakban Kalinát. Kasztányát eddig még csak Hajdúnak sikerült megvennie. És ebben a pillanatban Kasztánya nagyon szépen rajtolva a második helyen fér be. Az első kanyarban, de itt az egyenesben nagyon keményet húz a gázkarot. És Gollopot megpróbálja megelőzni. Gollop 10 pontos. És jelen pillanatban a harmadik helyen áll, és ő vezet a versenyben. Tehát Gollop, Kasztánya a sorrend. Kasztánya üldözi Gollopot, Gollop azonban a második körben is tartja előnyét. Kasztánya beállt a második helyre, és piros sisakban a 8 pontos Kalina a harmadik. A negyedik helyen Kárnász kiállni kényszerült a versenyből motorhiba miatt. Továbbra is Gollop az élen, Kasztánya a második, valamint Kasztánya mutogatott. De ezzel sem ért el többet, maradt a második helyen, Gollop vezet, Kasztánya a második, piros sisakban Kalina a harmadik. Gollop előnye úgy tűnik, hogy behozhatatlan. A fehér sisakos Kárnász motorja menet közben magához tér. Az utolsó körét kezdte el a mezőny, és a várakozással ellentétben nagyon széthúzódott, az egyébként nagyon egyöntetőnek kiegyensúlyozott a kiérkező futam. Gollopot megfogni már nem lehet, Kasztánya nem is igyekszik erre. Gollop és Kasztánya, hogyha Gollop nyer, már pedig Gollop nyer ebben a pillanatban. Holt versenyben áll a második helyen. Kasztánya a másodikként célba érő olasz magára húzta az összesített pontversenyben Tomás Gollopot. Nézzük itt a döntő pillanatot, itt Gollop már kék sisakban elhúzott, de Kasztányának itt még határozottan lehetősége van, esélye van arra, hogy befogja, itt támadja is belülről. De ekkor még tud erősíteni, és a motorjában is van erő Golopnak. Ezután Kasztányának már nem volt igazán sok esélye, itt nézzük még egyszer. Golop kisodródik, a nagyobb sebesség miatt a külső ívre kerül, Kasztánya viszont beljebb tud kormányozni, lábával is nézik, hogy integet, egyensúlyoz, tornázik, de aztán végül is Golop nyer. Ha Hajdú Zoltán, aki piros sisakban indul ebben a futamban, megnyeri ezt a futamot, akkor 100%-osan már biztosan ő a mai verseny első helyezettje, behozhatatlanul. Kék sisakban mellette egy másik magyar, El Csaba, aki eddig 7 pontot gyűjtött, fehér sisakban Jansz Márkusz 3 ponttal, sárga sisakban pedig Peterka Jugoszláviából, akinek eddig még nem sikerült pontot gyűjtenie. Most egy kicsit hátra ment Hajdú, állítgatja a motorját, pörgeti föl, szép lassan idejön a rajtgéphez, és készül utolsó futamára. Hajdúnak most a belső pályán határozott esélye van arra, hogy
elsőként forduljon be az első kanyarba már, és a futamot megnyerve, merre győztese is legyen. Hajdú nagyon szűken indult, de mégsem sikerült rögtön az élre kerülni elsőt, a belső körön maradva. Most indít csak csatát, és miközben belülről támadja a fehér sisakos Márkuszt, és most át is veszi tőle az első helyet. És a második helyen kék sisakban Hely Csaba jelen pillanatban, Hajdú csodálatosan előzött. Hajdú jelen pillanatban az első, Hell a második, és a fehér sisakos Márkusz a harmadik. Martin Peterka jó alaposan lemaradva a negyedik helyen. Hajdút úgy tűnik ezen a mai napon semmiképpen nem lehet megverni. Nem a legjobban rajtolt, azonban egy csodálatos előzéssel a harmadik helyről egyenesen az érre törve átvette a vezetést. A második helyen még mindig Hell Csaba, a harmadik helyen fehér sisakban Jens Márkusz. Amikor még, hogyha ideérnek a célvonalhoz, egy köre lesz hátra Hajdú Zoltánnak ahhoz, hogy a mai napon 100%-os teljesítménnyel megnyeri a versenyt. Második Hell Csaba, harmadik pedig Márkusz még mindig. Úgy tűnik hármuk között nem nagy lesz, nem változik már a sorrend. Reméljük nem történik semmi ebben a pillanatban, beérkezik a célegyenesbe. Hajdú Zoltán 100%-kal a mai nap győztese. Hell Csaba nagyon szép versenyzéssel a második helyen ér célba. Harmadik Márkusz, negyedik pedig ebben a pillanatban Martin Peterka. Nézzük akkor most az indulás utáni helyzetet. Hajdú itt ugyan kiszorul, egyre hátrább szorul, de párost motorozik szinte Hell Csabával, itt a kék sisakban látunk, és ez a páros motorozás arra irányul, hogy a nagy ellenfelet, mindkettőjük ellenfelét valahogy lehetetlenné tegyék. Hell Csaba elmegy kívülről, megszerzi az első helyet, és itt jön belülről Hajdú, és ő is elmegy, sőt annyira visszatartja az ellenfelet most itt Hell Csaba, hogy Hajdú az első helyre tud kerülni, és aztán ez marad a hely végig. Nagyszerű páros motorozást mutatott be a két magyar fiú. Itt megnézhetjük még egyszer másik gépállásból, ahogy Hajdú előre jön. És elérkeztünk az úgymond rendes játékidő utolsó futamához. Valószínűleg lesz külön futam a verseny végén, ahol eldőlnek a továbbjutó, illetve a dobogós helyezések. De hát sok függ még ettől a mostani 20. futamtól. Piros sapkában Csillik Róbert 6 pontos, mellette kék sisakban Zaluszki 9 pontos, Legse 1 pontos fehér sisakban, és a sárga sisakban a pálya szélén Fabrizio Vesprini Olaszországból 5 pontos, és végszóra az eső is elkezdett cseperegni. Lehet, hogy itt még a külön futam, illetve ez a 20. futam más izgalmasokat is hoz, mint amit vártunk tőle. Ha itt egy jókora zápor kerekedne hirtelen, az még nagyon befolyásolná az eredményeket, hiszen a pályát jól megkocsolták, és itt minden csepp víz már pluszba jönne. De nézzük Vesprinit kívülről, és Csillikest előről. Vesprini kapta el jól a rajtot, és kívülről az első helyre motorozott. Csillik belülről próbál újítani még, ez az újítás azonban annyira nem sikerül. Kívülről támadja őt a kék sisakos Zaluszki. Vesprini elől, és az eső valóban elkezdett esni. Szinte már zuhogni, elég élénken esik, de csak a pályának az egyik szakaszán, az egyik egyenesen, az a túlsó egyenesben, ahol most Vesprini vezeti a mezőnyt, bár Csillik támadja erősen, ott nem esik annyira az eső, itt viszont, ahol most fordulnak, már erősen esik. Vesprini az első, Csillik a második, Zaluszki pedig a harmadik, és ebben a pillanatban Csillik Róbert megpróbálja megfogni Vesprinit. Csillik külsőjében motorozva úgy tűnik, hogy átveszi a vezetést, és ebben a pillanatban Csillik Róbert az első helyre motorozta magát, Vesprinit megkerülve előzte meg. Úgy tűnt ebben a pillanatban, hogy bárhonnan is támadja, megveri Vesprinit, kívülről, belülről. Vesprini megvan verve, kérem szépen. Csillik Róbert nagyon szép motorozással átvette a vezetést. Ebben a pillanatban bekanyarodik a szélegyenesben, és nagyon szép versenyzéssel első helyen ér célba. Fabrizio Vesprini a második, ez egy nagy viadal volt, ez egy nagy győzelem. Csillik nagyon elkalapált a Vesprinit.
szenzációs futam volt, nézzük itt, mi történt, hogy is történt, Csillik itt kívülről megmeri kockáztatni azt, hogy körbe motorozza Veszprémit, és ez a körbe motorozás ráadásul sikerül is. Veszprém megpróbál ugyan kibújni, megpróbál lépést tartani, de nem sikerül. Csillik szenzációsan fordult, szenzációsan meg tudta tartani a szörnyű nagy sebességnél a gépét. Még egyszer meg tudjuk nézni egy másik gépállásból, innen talán még többet, jobbat is láthatunk. Körbe-körbe, karikára. Szenzációs győzelem volt ez. Úgy tűnik, az ördög jól megverte a feleségét, vége lett a verekedésnek, és az eső ettől elállt. És a ráadás, a plusz egy futam, az most már száraz időben kezdődik. A második-harmadik helyért fog szétvívni Tomás Gollop Lengyelországból és Castagna, mindketten 13 pontot gyűjtöttek a futamok során, és most döntik el egymás között, hogy melyikük áll fel a dobogó második, és melyikük a harmadik helyére. A dobogó tetején, ettől függetlenül Hajdú Zoltánál 100%-os teljesítménnyel. Gollop piros sisakban, Castagna pedig fehérben vág neki a szétmotorozásnak. Szépen egymástól meglehetősen messzire állítják őket, hogy ne legyen gond. Castagna kívülről nem húz be, valami lehet a motorjával, lenyúlt, igazított rajta, és a Castagna tudott fölgyorsulni igazán, így aztán az, hogy Gollop elment rögtön, az élre tört, nem egy különösebben jó rajt következménye volt, hanem annak a következménye, hogy Castagna motorja nem akart húzni rögtön az elején. Ez aztán úgy látszik, el is döntötte már a versenyt. Bár Gollop néz hátra, hogy jön-e Castagna. Castagna jön, csak nagyon messze, nagyon távol, legalábbis csalakmotoros szemmel, nagyon távol. Úgy tűnik, hogy Gollop előnyét Castagna a hátralevő másfél körben már nem nagyon tudja veszélyeztetni, ha csak Gollop nem ront el valamit, vagy pedig a motorja nem mondja föl a szolgálatot. Ennek semmi jele, egy kerékre tudta állítani, annyira gyorsítottam túlsó egyenesben. Most, amikor az utolsó kört kezdi meg, tulajdonképpen egy kicsit várja is, megvárja Castagnát, hogy a közönség mégis valami kis versenyt láthasson. De egy olyan versenyt, amelyben Gollop biztosan győztes és második helyezett, már integet a kanyarban, bal kezét fölemelve a kormányról. Ebben a pillanatban tehát Tomás Gollop a mai verseny második helyezettje, Castagna pedig harmadik lett. Gollop megvárja Castagnát egy készfogásra, Castagna megint igazít valamit a motorján. Nagy kár, hogy ez a motor éppen most ebben a párbajszerű futamban mondta fel a szolgálatot, de hát ilyen is van. Nézzük még azért még egyszer a rajtot. Látják itt már, mint a gyors vonat megy el Gollop, és Castagna pedig a motorját kénytelen állítani, igazítani. És ebben a pillanatban már látják a dobogó tetején Hajdú Zoltánt, aki 100%-os teljesítménnyel a mai napot nyerve megnyerte a Hungária biztosító kupáért kiírt verseny első díját. Második lett Tomás Gollop Lengyelországból, harmadik Castagna Olaszországból, és utána a többiek egész a nyolcadik helyig még mindig továbbjutóak, Zaluski, Kalina, Hell, Csillik és Kárna. Ő 9 pontos, Zaluski kivételével, aki a negyedik lett 10 ponttal, tehát ők jutottak tovább az elődöntőbe. Ez azonban nem a teljes eredmény, hiszen már mondtuk a közvetítés közben, hogy ezen a napon még 3 másik helyszínen is szerepelnek, ugyancsak világbajnoki középdöntőben magyar versenyzők, és ott is esélyünk van még néhány továbbjutásra. Kíváncsian várjuk onnan is majd az eredményeket, amelyek talán holnapra érkeznek majd meg. A szakvezetőknek igazuk lett a sanszosításban, a verseny előtti valószínűség latolgatásban. 3 magyar jutott tovább, Hajdú, Hell és Csillik személyében. Erről a mai versenyről. Várjuk tehát a következő eredményeket, majd 7 versenyzőnek adtak esélyt. A szakemberek lehet, hogy még túl is teljesítik a magyar zsalakosok ezt a várakozást. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra, viszont hallásra.
Bence most üldözőbe veszi Helycsabát, Helycsaba azonban biztosan vezet, és a kék sisakban Csillik Róbert is elkezdi támadni a második helyen motorozó Pavel Kárnász. A harmadik helyen jelen pillanatban még Csillik. Helycsaba továbbra is az élen. Pavel Kárnász a második, Csillik Róbert a harmadik, és a negyedik helyről elkezdett fölfele motorozni Gregor Pintár. Pintár nagyon elrontotta a rajtot, kisodródott, nem sikerült neki. Helycsaba biztosan vezet, a második még mindig Pavel Kárnász, a harmadik helyét pedig jelen pillanatban még őrzi Csillik Róbert. A befutó következik, Helycsabától úgy tűnik már nem lehet elvenni a győzelmet, Kárnász a második, a harmadik pedig Csillik Róbert, tehát az első háromban három magyar. Egy pontos Csillik és három pontos Helycsaba, kettő között két pontot szerezve Pavel Kárnász a második helyen fut be. Itt látjuk megismételve, amikor még Kárnász húz előre, de itt kívül a külső körön nagyon jól gyorsítva húz aztán rá Helycsaba, és ebben a pillanatban még erősíteni tud. Egy pillanatra döntetlen közöttük, de aztán Helycsaba teljesen egyértelműen behúz, ellenfele elé átveszi a első helyet, ez pedig már a tiszta helyzet. A 11. futamban az eddigi versenyekből 200%-os versenyző állhat rajthoz. Piros sisakban Tomás Golob, Lengyelország, 6 pontos. Mellőle pedig kék sisakban Hajdú Zoltán, szintén 6 pontos. Fehér sisakban Omercel Jugoszláviából, ő neki még csak 1 pontot sikerült gyűjtenie. És a sárga sisakban, itt a pálya szélén, Zaluszki, aki 4 pontot gyűjtött eddig. Azt hiszem, hogy Hajdú és Golob között lesz az igazi párviadal. Minden bizonnyal Hajdú egészen közel húzódott, amennyire az elválasztó vonal engedik, egészen közel húzódott Golobhoz. Túl rajtolt, és talán le tudja zárni Golobot. Igen, kimegy az első helyet, elcsípi, kívülről támadja őt. Zaluszki az, aki a második helyre jött föl, Hajdú tartja az előnyét, Zaluszki a második, és Golob a harmadik. Hajdút most megint kívülről próbálja megtámadni Zaluszki, de nem sikerült neki. Hajdú Zoltán továbbra is őrzi az első helyét, Zaluszki a második, Golob most megpróbálja belső íven megelőzni Zaluszkit, de nem sikerül neki, tehát Hajdú, Zaluszki, Golob a sorrend. Amikor ideérnek az egyenesbe, tisztán látni, hogy Hajdú Zoltán nagyon szépen őrzi az első helyét, hibátlanul motorozik, zárja az íveket, nagyon szépen megy be a kanyarba. Egy pillanatra felemelte a motorját a sárga sisakos Zaluszki, azonban semmi nem sikerül neki, és Golob támadja, Golob nagyon keményen támadja, visszaveri a támadást. Egy kör van hátra a versenyből, amikor Hajdú Zoltán, hogyha csak nem történik valami baj, akkor már nem lehet megfosztani az első helytől. Zaluszki a második, Golob ebben a pillanatban megint nagyon ráhúz, de nem sikerül megelőznie. Az utolsó kanyar, Hajdú utcahosszal vezet, beérnek a célegyenesbe. Zaluszki a második, Zaluszki és Golob a harmadik. Nem sikerült megfogni a Golobnak a célegyenesben, pedig úgy tűnt, hogy még egy utolsó kísérlettel ráhúzhat, de a harmadik helyen ér célba. Itt látjuk ismétlésben azt a bizonyos pillanatot, amikor két ellenfél közül Hajdú ki tudott bújni. Itt kívülről támadják őt, de ezt a támadást is visszaveri, és egy szenzációs futamot nyer. Itt egy másik pillanat, ugyanebből a futamból még. Nagyon jól látszik ezen a lassított képen, hogy nem mindegy, hogy ki milyen ívet választ, hiszen aki rossz, elrontja a bemenetet a túlsó kanyarban, az, amikor ide átél a másik oldalra, akkor bizony kicsúszik és jelentősen veszít sebességéből. 12 futam után látják az állást, ami a leglényegesebb, hogy Hajdú Zoltán 100%-osan vezet. A 13. futam következik, egyenlő erőküzdelme várható, piros sisakban Márkusz 3 ponttal, kék sisakban Pintár szintén 3 pont, a fehér sisakban Zaluszki 6 pontos, és a sárga sisakban Kalina CSSK-ból szintén 6 pontos. Ami más szóval azt jelenti, hogy itt a palánk melletti 2
fős tagjai azok már két futamot nyertek, a belső két versenyzők egyet-egyet. Tehát ebben a futamban csak győzteseket látunk, futamgyőzteseket. Elméletileg innen a palánk mellől kellene jobban eljönniük a kétszeres győzteseknek, de hát nézzük. Egyszerre hárman kanyarodnak, és végül is az első egyenesben a fehér sisakos Zaluszki az, aki átveszi a vezetést, kék sisakban Pintár, aki a második, a piros sisakos Márkusz pedig a harmadik, akit ebben a pillanatban Kalina megelőz, és följön a harmadik helyre. Továbbra is az élen Zaluszki, akinek 6 pontja van, Pintár a második, Kalina a harmadik, és jól lemaradva Márkusz visszaszorult a negyedik helyre. Nagyon keményen támadja a sárga sisakos Kalina a második helyen motorozó Pintárt, és át is veszi tőle a második helyen. Tehát Pintár visszaszorult harmadiknak, második Kalina, első pedig Zaluszki. Zaluszki első helye pillanatilag nincsen veszélybe, de ebben a pillanatban már is veszélybe került egy kissé. Pintár a harmadik helyen. Kalina még meglepetést okozhat, bár az utolsó körben vagyunk. Kalina most még egyszer a szűken be tud fordulni. Igen, de nem elég, mégsem elég, már nem tudta megelőzni Zaluszkit. A futam után barátságos kézfogás, nagy mérkőzés volt ez kettejük között, nézzük az indulás után. Többszörös helycsere, és aztán ott kívül megy el Zaluszki. Ebben a futamban is szinte végig tartott a nagy csata, itt most a második helyért. Egy további jelentős pillanat. Szenzációs. A második helyet szerezte meg ezzel. A 20 futamból álló verseny 14. futama következik. Egyébként az első 8 jut tovább ebből a versenyből. Még két külön futamot rendeznek, hogyha holt verseny van, az első 8 hely valamelyikén, tehát a 8. helyig, vagy pedig az első 3 között, hogy eldöntsék a pontos sorrendet. Tehát a 14. futamban két magyar is rajt hozzá, piros sisakban Hely Csaba, aki 6 pontos jelen pillanatban, belőle Böszörményi! Elés Böszörményi, nekünk a lényeg, a piros és a kék sisak ebben a pillanatban, Böszörményi elsőként fordul, azonban a külső éven, a sárga sisakban, fehér sisakban versenyző Tomás Gallop az, aki átveszi a vezetést. A sárga sisakos Gerhard Legse a negyedik helyen van. Böszörményi a második helyen, Hely Csaba csak a harmadikon, de megpróbálja följebb küzdeni magát, de az az igazság, hogy a másik kettő ott előtte nagyon-nagyon gyors. Továbbra is Tomás Gallop az élen, a kék sisakos Böszörményi Zsolt a második, Hely Csaba pedig a harmadik helyen van. Gallop biztosan őrzi a vezető helyét, Böszörményi a második, Hely Csaba pedig a harmadik. Böszörményi most támadja Gallopot, meg is közelíti, de aztán az egyenesben érve Gallop újra ki tud gyorsítani. Böszörményi szűkebben fordul, kisebb körön fordul, de amit a kanyarban volt, az Gallop az egyenesben mindig visszaveszi tőle, mindig újra és újra elhúz. Még az utolsó kanyarra, a befutó előtt, de ez sem sikerülhet. Gallop az első, a két magyar, második, harmadik. Nézzük akkor az ismétlést. Itt elég rossz rajt után ez a piros sisakos Hell Csaba. Itt még elvesztette ugye az első helyeket, az első és a második helyre nem volt már esélye. Itt Böszörményitől húzott el Gallop.
és amit most itt a lassításban nem látunk, de a valóságban igen, hogy itt a piros sisakos Hell Csaba bizony itt még esetleg esélyes lehetett volna arra, nézzék, hogy előbbre kerüljön, de aztán nem sikerült. A negyedik négyes kör utolsó futamához érkeztünk, a 16. futam kezdődik pillanatokon belül. Belül piros sapkában Hajdú Zoltán, aki 100%-os teljesítménnyel eddigi minden futamát megnyerve vezet a versenyben. Mellette kék sisakban Újhelyi Sándor 4 pontot gyűjtött eddig, fehér sisakban Fabrizio Vesprini Olaszországból 3 pontos, és sárga sisakban itt a pálya szélén a 15-ös rajtszámú Pavel Karnas GSSK-ból, aki Hajdú után következik, 8 pontot sikerült idáig gyűjtenie remek motorozással. Hajdú most hátra megy egy kicsit, még egy kör tesz, ellazítja a motort. Ugyanis Vesprini játszadozott ott, hátul próbálta a motorját, ehhez joguk van a fiúknak 2 percen belül. Mikor látta, hogy Vesprini sokáig húzza az időt, Hajdú akkor ment egy kicsit lazítani. Na végre most visszaparancsolják a fiúkat a rajzvonalhoz. Hajdú volt az, aki idáig egyedül meg tudta verni a mai nap folyamán az olasz Castagnát, aki már 3-szor volt világbajnoki döntős. Fölálltak a rajtgéphez. Vesprini nagyon jól jött el itt a palánktól, de Hajdú a belső helyet tartva előtte tud motorozni végig a kanyarok, és az egyenesben pedig el tud gyorsulni tőlük. Ennek ellenére az első helye még korán sem biztos, mert Vesprini rettenetesen nagy igyekezettel próbál rájönni. És Újhelyi Csaba az, Újhelyi Csaba az, aki megpróbálja a második helyet elszedni Vesprinitől. Igaz, hogy nem Csaba, hanem Sándor, ezért elnézést is kérek. Azonban ebben a pillanatban Újhelyi Sándornak a motorja feladta a küzdelmet, kiszállni kényszerült a versenyből. Hajdú Zoltán biztosan vezet, Vesprini a második, Karnas pedig a harmadik helyen motorozik, eléggé lemaradva Vesprini mögött. Hogyha semmi nem történik, Hajdú úgy tűnik, hogy őrizni tudja első helyét, Vesprini a második, Karnas pedig a harmadik. Hajdú nagyon magabiztosan motorozik, Vesprini viszont nagyon sokat kockáztat, nagyon nehezen tornázik a kanyarokban, az azt mutatja, hogy minden megpróbál, egy kicsit többet is, mint amire valójában esetleg képes lehet, ebből még bukás is lehet. Hajdú most egy kicsit lelassul, de integetve érkezik. Hajdú győz, Vesprini a második, Karnas a harmadik, Újhelyi Sándor pedig menet közben motorhiba miatt kiállni kényszerült, tehát nem tudta befejezni a versenyt. Hajdú megvárja Vesprinit, mutatja neki, hogy gratulál, aztán egy kerékre állítja a motor, és így 4 futam után 100%-os 12 pontjával vezet a versenyben. Itt pedig nézzük ismétlésben, hogy milyen gyönyörűen bújik ki Hajdú a szorító harapófogóból. Vesprinitől is elhúz, itt még a másik magyar fiú támadja Vesprinit, úgy látszik, hogy még akár sikere is lehet ebben a támadásban, aztán később kiállni kényszerül. Itt még minden lehetséges, itt másik gépállásból látjuk azt, ahogy Hajdú gyönyörűen az élre tör. Négy futammal a verseny befejezése előtt. Az utolsó körben még mindig Hajdú Zoltán vezet, Castagna a második, és a többit pedig látják a monitoron, a képernyőn, nekünk van csak monitorunk. Tehát a 17. futamban piros sisakban Kalina 8 ponttal, kék sisakban Golob 10 ponttal, fehér sisakban Karnas 9 ponttal, és sárga sisakban a második helyen álló Armando Castagna 11 ponttal. Castagna indul tehát innen a palánk mellől, ez az egyik olyan hely, ahonnan nagyon jól lehet rajtolni, persze ehhez nagyon el kell kapni a rajt pillanatát. Ott bent még helyezkednek természetesen a fiúk, Kalina és Galop, mert onnan belülről lehet igazán jól elmenni, elrajtolni. Ez a futam nagyon nagy csatát, nagyon nagy küzdelmet ígér. Castagnát figyeljék itt a palánk mellett, és ott bent piros sisakban Kalinát.
Kesztányát eddig még csak Hajdúnak sikerült megvennie. És ebben a pillanatban Kesztánya nagyon szépen rajtolva a második helyen fér be. Az első kanyarban, de itt az egyenesben nagyon keményet húz a gázkarot. És Gollopot megpróbálja megelőzni. Gollop 10 pontos. És jelen pillanatban a harmadik helyen áll, és ő vezet a versenyben. Tehát Gollop, Kesztánya a sorrend. Kesztánya üldözi Gollopot, Gollop azonban a második körben is tartja előnyét. Kesztánya beállt a második helyre, és piros sisakban a 8 pontos Kalina a harmadik. A negyedik helyen Karnász kiállni kényszerült a versenyből motorhiba miatt. Továbbra is Gollop az élen, Kesztánya a második, valamint Kesztánya mutogatott. De ezzel sem ért el többet, maradt a második helyen, Gollop vezet, Kesztánya a második, piros is van, Kalina a harmadik. Gollop előnye úgy tűnik, hogy behozhatatlan. A fehér sisakos Karnász motorja menet közben magához tér. Az utolsó kör érkezett el a mezőny, és a várakozással ellentétben nagyon széthúzódott az egyébként nagyon egyöntetőnek, kiegyensúlyozottnak ígérkező futam. Gollopot megfogni már nem lehet, Kesztánya nem is igyekszik erre. Gollop és Kesztánya, hogyha Gollop nyer, már pedig Gollop nyer ebben a pillanatban. Holt versenyben áll a második helyen. Kesztánya a másodikként célba érő olasz magára húzta az összesített pontversenyben Tomás Gollopot. Nézzük itt a döntő pillanatot, itt Gollop már kék sisakban elhúzott, de Kesztánynak itt még határozottan lehetősége van, esélye van arra, hogy befogja, itt támadja is belülről. De ekkor még tud erősíteni, és a motorjában is van erő Gollopnak. Ezután Kesztánynak már nem volt igazán sok esélye, itt nézzük még egyszer. Gollop kisodródik, a nagyobb sebesség miatt a külső ívre kerül, Kesztánya viszont beljebb tud kormányozni, lábával is nézik, hogy integet, egyensúlyoz, tornázik, de aztán végül is Gollop nyer. Ha Hajdú Zoltán, aki piros sisakban indul ebben a futamban, megnyeri ezt a futamot, akkor 100%-osan már biztosan ő a mai verseny első helyezettje. Behozhatatlanul. Kék sisakban mellette egy másik magyar, Hel Csaba, aki eddig 7 pontot gyűjtött. Fehér sisakban Jansz Márkusz 3 ponttal, sárga sisakban pedig Peterka Jugoszláviából, akinek eddig még nem sikerült pontot gyűjtenie. Most egy kicsit hátra ment Hajdú, állítgatja a motorját, pörgeti föl, szép lassan ide jön a rajtgéphez, és készül utolsó futamára. Hajdúnak most a belső pályán határozott esélye van arra, hogy elsőként forduljon be az első kanyarba már, és a futamot megnyerve, a versenygyőztese is legyen. Hajdú nagyon szűken indult, de mégsem sikerült rögtön az élre kerülni elsőt, a belső körön maradva. Most indít csak csatát, és miközben belülről támadja a fehér sisakos Márkuszt, és most át is veszi tőle az első helyet. És a második helyen kék sisakban Hel Csaba jelen pillanatban, Hajdú csodálatosan előzött. Hajdú jelen pillanatban az első, Hel a második, és a fehér sisakos Márkusz a harmadik. Martin Peterka jó alaposan lemaradva a negyedik helyen. Hajdút úgy tűnik ezen a mai napon semmiképpen nem lehet megverni. Nem a legjobban rajtolt, azonban egy csodálatos előzéssel a harmadik helyről egyenesen az érre törve átvette a vezetést. A második helyen még mindig Hel Csaba, a harmadik helyen fehér sisakban Jansz Márkusz. Amikor még, hogyha ideérnek a célvonalhoz, egy köre lesz hátra Hajdú Zoltánnak ahhoz, hogy a mai napon 100%-os teljesítménnyel megnyeri a versenyt. Második Hel Csaba, harmadik pedig Márkusz még mindig. Úgy tűnik hármuk között nem nagy lesz, nem változik már a sorrend. Reméljük nem történik semmi ebben a pillanatban, beérkezik a célegyenesbe. Hajdú Zoltán 100%-kal a mai nap győztese. Hel Csaba nagyon szép versenyzéssel a második helyen ért célba. Harmadik Márkusz, negyedik pedig ebben a pillanatban Martin Peterka. Nézzük akkor most az indulás utáni helyzetet. Hajdú itt ugyan kiszorul, egyre hátrább szorul, de párost motorozik szinte Hel Csabával, itt a kék sisakban látunk, és ez a páros motorozás arra irányul, hogy a nagy ellenfelet, mindkettőjük ellenfelét valahogy lehetetlenné tegyék. Hel Csaba elmegy kívülről, megszerzi az első helyet, és itt jön belülről Hajdú, és ő is
elmegy, sőt annyira visszatartja az ellenfelet most itt Hell Csaba, hogy Hajdú az első helyre tud kerülni, és aztán ez marad a hely végig. Nagyszerű páros motorozást mutatott be a két magyar fiú. Itt megnézhetjük még egyszer másik gépállásból, ahogy Hajdú előre jön. És elérkeztünk az úgymond rendes játékidő utolsó futamához. Valószínűleg lesz külön futam a verseny végén, ahol eldőlnek a továbbjutó, illetve a dobogós helyezések. De hát sok függ még ettől a mostani 20. futamtól. Piros sapkában Csillik Róbert 6 pontos, mellette kék sisakban Zaluszki 9 pontos, Legse 1 pontos fehér sisakban, és a sárga sisakban a pálya szélén Fabrizio Vesprini Olaszországból 5 pontos, és végszóra az eső is elkezdett cseperegni. Lehet, hogy itt még a külön futam, illetve ez a 20. futam más izgalmasokat is hoz, mint amit vártunk tőle. Ha itt egy jókora zápor kerekedne hirtelen, az még nagyon befolyásolná az eredményeket, hiszen a pályát jól megkocsolták, és itt minden csepp víz már pluszba jönne. De nézzük Vesprinit kívülről, és Csillik ezt előről. Vesprini kapta el jól a rajtot, és kívülről az első helyre motorozott. Csillik belülről próbál újítani még, az újítás azonban annyira nem sikerül. Kívülről támadja őt a kék sisakos Zaluszki. Vesprini elől, és az eső valóban elkezdett esni. Szinte már zuhogni, elég élénken esik, de csak a pályának az egyik szakaszán, az egyik egyenesen, az a túlsó egyenesben, ahol most Vesprini vezeti a mezőnyt, bár Csillik támadja erősen, ott nem esik annyira az eső, itt viszont, ahol most fordulnak, már erősen esik. Vesprini az első, Csillik a második, Zaluszki pedig a harmadik, és ebben a pillanatban Csillik Róbert megpróbálja megfogni Vesprinit. Csillik külsőjében motorozva úgy tűnik, hogy átveszi a vezetést, és ebben a pillanatban Csillik Róbert az első helyre motorozta magát, Vesprinit megkerülve előzte meg. Úgy tűnt ebben a pillanatban, hogy bárhonnan is támadja, megveri Vesprinit, kívülről, belülről. Vesprini megvan verve, kérem szépen. Csillik Róbert nagyon szép motorozással átvette a vezetést. Ebben a pillanatban bekanyarodik a szélegyenesben, és nagyon szép versenyzéssel első helyen ér célba. Fabrizio Vesprini a második, ez egy nagy viadal volt, ez egy nagy győzelem. Csillik nagyon elkalapált a Vesprinit. Szenzációs futam volt, nézzük itt, mi történt, hogy is történt. Csillik itt kívülről megmeri kockáztatni azt, hogy körbe motorozza Vesprinit, és ez a körbe motorozás ráadásul sikerül is. Vesprini megpróbál ugyan kibújni, megpróbál lépést tartani, de nem sikerül. Csillik szenzációsan fordult, szenzációsan meg tudta tartani a szörnyű nagy sebességnél a gépét. Még egyszer meg tudjuk nézni egy másik gépállásból, innen talán még többet, jobbat is láthatunk. Körbe-körbe, karikára. Szenzációs győzelem volt ez. Úgy tűnik, az ördög jól megverte a feleségét, vége lett a verekedésnek, és az eső ettől elállt. És a ráadás, a plusz egy futam, az most már száraz időben kezdődik. A második-harmadik helyért fog szétvívni Tomás Gollop Lengyelországból és Castagna, mindketten 13 pontot gyűjtöttek a futamok során, és most döntik el egymás között, hogy melyikük áll fel a dobogó második, és melyikük a harmadik helyére. A dobogó tetején, ettől függetlenül Hajdú Zoltánál 100%-os teljesítménnyel. Gollop piros sisakban, Castagna pedig fehérben vág neki a szétmotorozásnak. Szépen egymástól meglehetősen messzire állítják őket, hogy ne legyen gond. Castagna kívülről nem húz be, valami lehet a motorjával, lenyúlt, igazított rajta, és a Castagna tudott fölgyorsulni igazán, így aztán az, hogy Gollop elment rögtön az élre tört, nem egy
különösebben jó rajt következménye volt, hanem annak a következménye, hogy Sárkány motorja nem akart húzni rögtön az elején. Ez aztán úgy látszik, el is döntötte már a verseny. Bár Golob néz hátra, hogy jön-e Kasztánya. Kasztánya jön, csak nagyon messze, nagyon távol, legalábbis salakmotoros szemmel, nagyon távol. Úgy tűnik, hogy Golob előnyét Kasztánya a hátra levő másfél körben már nem nagyon tudja veszélyeztetni, ha csak Golob nem ront el valamit, vagy pedig a motorja nem mondja föl a szolgálatot. Ennek semmi jele, egy kerékre tudta állítani, annyira gyorsítottam túlsó egyenesben. Most, amikor az utolsó kör kezdi meg, tulajdonképpen egy kicsit várja is, megvárja Kasztányát, hogy a közönség mégis valami kis versenyt láthasson. De egy olyan versenyt, amelyben Golob biztosan győztes és második helyezett, már integet a kanyarban, bal kezét fölemelve a kormányról. Ebben a pillanatban tehát Tomás Golob a mai verseny második helyezettje, Kasztánya pedig harmadik lett. Golob megvárja Kasztányát egy készfogásra, Kasztánya megint igazít valamit a motorján. Nagy kár, hogy ez a motor éppen most ebben a párbajszerű futamban mondta fel a szolgálatot, de hát ilyen is van. Nézzük még azért még egyszer a rajtot, látják itt már, mint a gyors vonat megy el Golob, és Kasztánya pedig a motorját kénytelen állítani, igazítani. És ebben a pillanatban már látják a dobogó tetején Hajdú Zoltánt, aki 100%-os teljesítménnyel a mai napot nyerve megnyerte a Hungária Biztosító kupáért kiírt verseny első díját. Második lett Tomás Golob Lengyelországból, harmadik Kasztánya Olaszországból, és utána a többiek egész a 8. helyig még mindig továbbjutóak, Zaluski, Kalina, Hell, Csillik és Kárna. Ő 9 pontos, az Zaluski kivételével, aki a negyedik lett 10 ponttal, tehát ők jutottak tovább az elődöntőbe. Ez azonban nem a teljes eredmény, hiszen már mondtuk a közvetítés közben, hogy ezen a napon még 3 másik helyszínen is szerepelnek, ugyancsak világbajnoki középdöntőben magyar versenyzők, és ott is esélyünk van még néhány továbbjutásra. Kíváncsian várjuk onnan is majd az eredményeket, amelyek talán holnapra érkeznek majd meg. A szakvezetőknek igazuk lett a sanszosításban, a verseny előtti valószínűség latolgatásban. 3 magyar jutott tovább, Hajdú, Hell és Csillik személyében. Erről a mai versenyről. Várjuk tehát a következő eredményeket, majd 7 versenyzőnek adtak esélyt. A szakemberek lehet, hogy még túl is teljesítik a magyar zsalakosok ezt a várakozást. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Valóban elkezdett esni, szinte már zuhogni, elég élénken esik, de csak a pályának az egyik szakaszán, az egyik egyenesen, vagy a túlsó egyenesben, ahol most Veszprémi vezeti a mezőnyt, bár Csillik támadja erősen, ott nem esik annyira az eső, itt viszont, ahol most fordulnak, már erősen esik. Veszprémi az első, Csillik a második. Zaluski pedig a harmadik, és ebben a pillanatban Csillik Róbert megpróbálja megfogni Veszprémit. Csillik külsőjével motorozva úgy tűnik, hogy átveszi a vezetést, és ebben a pillanatban Csillik Róbert az első helyre motorozta magát, Veszprémit megkerülve előzte meg. Úgy tűnt ebben a pillanatban, hogy bárhonnan is támadja, megveri Veszprémit, kívülről, belülről. Veszprémi meg van verve, kérem szépen. Csillik Róbert nagyon szép motorozással átvette a vezetést. Ebben a pillanatban bekanyarodik a szélegyenesben, és nagyon szép versenyzéssel első helyen ér célba. Fabrizio Veszprémi a második, ez egy nagy viadal volt, ez egy nagy győzelem. Csillik nagyon elkalapálta Veszprémit. Szenzációs futam volt, nézzük itt, mi történt, hogy is történt. Csillik itt kívülről megmeri kockáztatni azt, hogy körbe motorozza Veszprémit, és ez a körbe motorozás ráadásul sikerül is. Veszprémi megpróbál ugyan kibújni, megpróbál lépést tartani, de nem sikerül.
Csillik szenzációsan fordult, szenzációsan meg tudta tartani a szörnyű nagy sebességnél a gépét. Még egyszer meg tudjuk nézni egy másik gépállásból, innen talán még többet, jobbat is láthatunk. Körbe-körbe, karikára. Szenzációs győzelem volt ez. Úgy tűnik, az ördög jól megverte a feleségét, vége lett a verekedésnek, és az eső ettől elállt. És a ráadás, a plusz egy futam, az most már száraz időben kezdődik. A második-harmadik helyért fog szétvívni Tomás Gollop Lengyelországból és Castagna, mindketten 13 pontot gyűjtöttek a futamok során, és most döntik el egymás között, hogy melyikük áll fel a dobogó második, és melyikük a harmadik helyére. A dobogó tetején, ettől függetlenül Hajdú Zoltánál 100%-os teljesítménnyel. Gollop piros sisakban, Castagna pedig fehérben vág neki a szétmotorozásnak. Szépen egymástól meglehetősen messzire állítják őket, hogy ne legyen gond. Castagna kívülről nem húz be, valami lehet a motorjával, lenyúlt, igazított rajta, és csak aztán tudott fölgyorsulni igazán, így aztán az, hogy Gollop elment rögtön, az élre tört, nem egy különösebben jó rajt következménye volt, hanem annak a következménye, hogy Castagna motorja nem akart húzni rögtön az elején. Ez aztán úgy látszik, el is döntötte már a versenyt. Bár Gollop néz hátra, hogy jön-e Castagna. Castagna jön, csak nagyon messze, nagyon távol, legalábbis salakmotoros szemmel, nagyon távol. Úgy tűnik, hogy Gollop előnyét Castagna a hátra levő másfél körben már nem nagyon tudja veszélyeztetni, ha csak Gollop nem ront el valamit, vagy pedig a motorja nem mondja föl a szolgálatot. Ennek semmi jele, egy kerékre tudta állítani, annyira gyorsítottam túlsó egyenesben. Most amikor az utolsó kört kezdi meg, tulajdonképpen egy kicsit várja is, megvárja Castagnát, hogy a közönség mégis valami kis versenyt láthasson. De egy olyan versenyt, amelyben Gollop biztosan győztes és második helyezett, már integet a kanyarban, bal kezét fölemelve a kormányról. Ebben a pillanatban tehát Tomás Gollop a mai verseny második helyezettje, Castagna pedig harmadik lett. Gollop megvárja Castagnát egy készfogásra, Castagna megint igazít valamit a motorján. Nagy kár, hogy ez a motor éppen most ebben a párbajszerű futamban mondta fel a szolgálatot, de hát ilyen is van. Nézzük még azért még egyszer a rajtot. Látják itt már, mint a gyors vonat megy el Gollop, és Castagna pedig a motorját kénytelen állítani, igazítani. És ebben a pillanatban már látják a dobogó tetején Hajdú Zoltánt, aki 100%-os teljesítménnyel a mai napot nyerve megnyerte a Hungária Biztosító Kupáért kiírt verseny első díját. Második lett Tomás Gollop Lengyelországból, harmadik Castagna Olaszországból, és utána a többiek egészen 8. helyig még mindig továbbjutóak, Zaluski, Kalina, Hell, Csillik és Kárna. Ők 9 pontosak, Zaluski kivételével, aki a negyedik lett 10 ponttal, tehát ők jutottak tovább az elődöntőbe. Ez azonban nem a teljes eredmény, hiszen már mondtuk a közvetítés közben, hogy ezen a napon még 3 másik helyszínen is szerepelnek, ugyancsak világbajnoki középdöntőben magyar versenyzők, és ott is esélyünk van még néhány továbbjutásra. Kíváncsian várjuk onnan is majd az eredményeket, amelyek talán holnapra érkeznek majd meg. A szakvezetőknek igazuk lett a sanszosításban, a verseny előtti valószínűség latolgatásban. 3 magyar jutott tovább, Hajdú, Hell és Csillik személyében. Erről a mai versenyről. Várjuk tehát a következő eredményeket, majd 7 versenyzőnek adtak esélyt. A szakemberek lehet, hogy még túl is teljesítik a magyar zsalakosok ezt a várakozást. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.